Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus Galileába kezdte meg az ő tevékenységét. Az első időszakban csodálattal hallgatták, csodálattal figyelték tevékenységét, amint beteget gyógyított, amint tanított, és hamar megállapították, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók. Soha ember így nem szólt, mondták később a főpap emberei. Csak hamar azonban megváltónk összeütközésbe került korának kegyeseivel. Mindenek előtt összeütközésbe került azért, mert nem tartotta távol magától a bűnösöket. Leült velük együtt enni, és annyira szokatlan volt ez, és idegen a farizeusi gondolkodástól, hogy fölháborodtak rajta. Ismerjük mi is azt a közmondást, madarat a tolláról, embert a barátjáról. Hát úgy gondolták ők, hogy igen, Jézus, te oda süllyedsz le, olyan akarsz lenni, ezeket pártfogolod. Még súlyosabb nyomott latba az, hogy amikor a bénát eléje hozták, megbontva a tetőt, azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Ember nem bocsáthatja meg a másik ember bűnét. Csak Isten az, aki megbocsáthatja. Micsoda káromlás ez, mondták. Mélységesen fölháborodtak ezen. Aztán jött a kézmosás, hogy nem tett eleget ennek a liturgiának sem. De mindenek előtt volt egy pont, ami miatt az Úr Jézus ismételten összeütközésbe került kora kegyeseivel, és ez a szombat. A négy evangélium 7 olyan esetet sorol fel, amikor az Úr Jézus szombaton gyógyított. Hogy mennyire probléma volt a szombatnapi gyógyítás, és még az evangélium írása idején is a szombat kérdése mutatja azt is, hogy a négy evangéliumban 60-szor szerepel a szombat szó. Miért ilyen fontos Isten népének a szombat? Ezt kell nekünk megértenünk, hogy megértsük a farizeusokat is, és megértsük az Úr Jézus Krisztust is. A zsidóság számára két jel volt az, ami az Isten népéhez való tartozást jelölte. Az egyik a körülmetélkedés, mint szövetségi jel, a másik pedig a szombat. Van egy könyvük a zsidóknak, amelyben azt írták le, hogy a szombatot először a mennyben Isten ünnepelte meg, és a két fő angyal csoport. És azt a szombatot Isten a földre plántálta, ehhez kiválasztott magának egy népet, Izrael népét, és ez a szövetséghez való tartozás jele. Nagyon komolyan vették a szombatnapnak megünneplését. Például, amikor az úgynevezett makabeus háború volt, a Krisztus előtti 167-164-es években a kegyes emberek olyan komolyan vették, hogy fegyvert nem fogunk szombaton,
hogyha az ellenség rájuk támadt, inkább engedték magukat megölni, semmint hogy fegyvert fogjanak és védekezzenek. Tehát úgy gondolták, hogy a szombat az Istenhez való tartozás jele. Aki tudatlanul megszegi a szombatot, az eszénusoknál, kumrániaknál 7 évig kellett azért vezekelni. Ha valaki tudatosan megszegte, azért halálbüntetés járt. Tehát nagyon komolyan vették a szombatnapnak a megünneplését. Ehhez aztán hozzájött az, hogy a farizeusok olyan óvó rendszabályokat hoztak, hogy véletlenül se lépje át az ember a törvényt. Úgymond kerítést vontak a parancsolatok közé, hogy nehogy valaki akár csak véletlenül is meggondolatlanul áthágja az Isten törvényét. Hogy például senki ne másszon fel szombaton a gyümölcsfára gyümölcsöt szedni, ezért megtiltották már azt is, hogy a földről felszedjék a gyümölcsöt szombatnapon. Nem szabad 2 betűt egymás mellé írni. Ha valakinek eltörik a keze, azt nem szabad sínbe rakni, csak hideg vízzel legfeljebb hűsíteni. Sőt, odáig mentek, hogy azon is vitatkoztak, hogyha egy tyúk szombaton toj tojást, az meg szabad enni. Mert hát az van megírva, hogy mint te, mint az állatod is megtartsa a szombatnapot. Tehát, kedves testvérek, ilyen nagyon részletességgel leírták ezeket a dolgokat, hogy a szombatot mindenki megtartsa. Nos, a felolvasott ige történetében arról olvasunk, hogy Jézus és tanítványai Gabona földön mennek át. Szombaton meg volt határozva, hogy mennyit mehet az ember. Ez körülbelül a 800 méter, 1 kilométeres út volt az, amit megtehettek szombaton, mert ha valamivel is többet mentek, már megszegték a törvényt, a szombatnapi törvényt. Hogy többet mentek-e, vagy kevesebbet, erről az evangélium nem szól. Viszont szól arról, hogy a tanítványok néhány gabonát, gabonafejet kiszedtek, és kezükben kimorzsolták, és azt fogyasztották. A törvény szerint szabad volt gabonaföld, ha valaki megéhezett, néhány gabona fejet leszedni, és azzal csillapítani az éhségét. Csak sarlóval nem volt szabad vágni, vagy hazavinni abból. De pont szombaton történik ez. És ez a igazán probléma. Ott vannak a farizeusok, rögtön lecsapnak rá, rajta kapják a tanítványokat, hogy olyat tesznek, amit nem szabad, hiszen a kalásztépés aratásnak számít, a morzsolás pedig a cséplésnek. Megszegték a szombatot. Azt gondolom, hogy mindannyian voltunk már úgy, hogy valamit olyat tettünk, amikor rajta kaptak bennünket, és akkor az nem a legkellemesebb pillanat. Ha például egy autós ellenkező irányba megy egy egyirányú utcába, és a rendőr hirtelen megállítja,
zavarba jön, talán a lelkiismeret is bántja, érzi, hogy valamit nem jól tett. Persze fontosak a törvények és a szabályok. Senki nem vitatja. Hiszen anélkül milyen káosz uralkodna, fontos, hogy legyenek szabályok, parancsolatok, útmutatások, törvények, enélkül nem élhetünk. Jézus mégis nem úgy cselekszik, mint akit rajta kaptak, aki most elpirulna, hogy na most lebuktunk, hát mi lesz most? Ő utal Dávidra, ő a Dávid fia, utal a nagy királyra. Hát nem olvastátok, hogy amikor menekült Saul elől, és bement a Nóbi szentélybe, Dávid, egyrészt nem is mehetett volna be, mert csak papok mehettek volna be, a szent kenyerek asztalára kitett kenyereket pedig csak a papok ehették meg. És mégis Dávid megtette. Megette a szent kenyereket, és adott a vele levő társaknak is, mert a szükség így hozta. Máté evangélista még azt is mondja, hogy az Úr Jézus hivatkozik arra, hogy a papok a templomban szombaton áldozatot mutatnak be. Az nem munka. De hát a szent munka, ugye? De nagyobb van itt a templomnál. Nem arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus el akarja törölni a törvényt, amit Isten adott. Nem erről van szó. Persze az emberi rárakódás, azok a védőkerítések, azok fölöslegesek. De az Úr Jézus nem abban gyönyörködik, sem Isten, hogy valaki görcsösen, állandóan azon meditál, vajon most így megfelelek én Istennek? Vajon jól vagyok én így Istennek? És nem vétettem át egy kis parancsolatot, nagyobb parancsolatot? A hitben kiskorúakat, igen, a parancsolatok irányítják. A gyermekeket meg kell tanítani a törvényszerűségre. De furcsa dolog lenne, hogyha nagy gyerekeim, akik talán otthon vannak, a családfő vagy a feleség kiírná, neked ez és ez a feladatod. 7-től 8-ig ezt csinált, 9-től 10-ig ezt csinált, 10-től délig ez a feladatod. A felnőtt gyerekeknek nem csinálunk ilyet, ugye? Mert már felnőttek, érettek. És tulajdonképpen erről van szó. Jézus Krisztus nagykorúvá akar bennünket nevelni, akiket nem írott törvény és paragrafusok irányítanak, hanem meg kell tanulni az Isten fiainak szabadságával járni. Hogy is mondja Jeremiás 31-ben Isten? Szívükbe írom a törvényemet. Szívükbe írom a törvényemet. Amikor belülről fakad, hogy valamit teszek, vagy nem teszek. Mert különben eljut az ember oda, ahová korunk egyik igen nagy írás magyarázó, hogy a teológus mond, írt egy könyvet a Szabadság hívása címmel, és azt mondja, hogy az egyik helyen hát árvíz fenyegetett, és az embereket felszólították, hogy menjenek védekezni. Hát, ha ünnepnap is van, de hát menjenek, mert veszély fenyegeti a települést. A adventista lelkipásztor, akik szombatot ünnepelnek, hát próbálta a gyülekezettel megértetni, hogy hát most az egyszer tekintsünk el a szombati naptól, és menjünk el mi is, aztán segítsünk a védekezésbe.
erre föláll. Hát hivatkozott arra, hogy hát Jézus is megszegte a szombatot, hát gyógyított szombatnapon. Erre fölállt az egyik ember, és azt mondta, hát igen, nekem mindig gyanús volt ez a Jézus, hogy megszegte a szombatot. Az ember ebbe a kicsinyes, paragrafus világában képes még Jézus fölé is emelkedni, és bírálni Jézust is. Isten óvjon meg ettől a lelkülettől. Lukács evangélista és a másik evangélista is elmondja egymás mellett a következő történetet, hogy Jézus bemegy egy zsinagógába, és ott van egy sorvadkező ember, egy béna ember, kinek a jobb keze béna. Írásmagyarázók feltételezik, hogy szándékos csapda állításról lehetett itt szó. Ezt a szerencsétlen embert használják fel arra, hogy Jézust úgymond csapdába ejtsék, gyógyít, vagy nem gyógyít szombaton. Ez nem bűn. Leselkedni, ez nem bűn. Ott van ez az ember. Az ember szívében az van, hogy hát milyen nagyszerű találkozás. Egy beteg és a gyógyító üdvözítő. Hál' Istennek bizonyára meggyógyul ez az ember, és mindenki örvendezni fog, hogy kedves embertársunk, aki beteg volt, immáron egészséges, meggyógyult. De nem ez történik. A farizeusok figyelik Jézust. Gyógyít, vagy sem, hogy vádolhassák. Jézus ismeri az emberi szíveket. Egy kérdést tesz fel. Szabad-e szombatnapon jót tenni, vagy rosszat tenni? Embert megmenteni, vagy elpusztítani? Jót tenni mindenkor lehet, ha ünnep van, ha hétköznap. Rosszat tenni se ünnepnapon nem szabad, se hétköznap, soha. Márk evangélista azt mondja, hogy hallgattak, nem válaszoltak csak egy szót sem. Nem mondták azt, hogy igen, mester, hát jót tenni csak szabad, rosszat pedig nem, és Jézus pedig szinte körültekintett rajtuk, megtelt a szíve haraggal, és bánkódott az ő kemény szívűségük miatt. Jézus bánkódik a kemény szívűségük miatt. Vannak emberek, akik kemény munkát végeznek, és a tenyerük megkeményedik. Én, aki sok testvérrel fogok kezet az ajtóba, érzem azt, hogy ha valaki nagyon kemény fizikai munkát végez, és hogy hát kemény, megkeményedik a bőr a tenyére. Aki sokat megy a szabadba, és rossz időben is, esetleg az arca is keményebbé válik. De amikor a szív válik keményé, jaj, az rettenetes, az szánalmas, az félelmetes. Ha van itt valaki, akikben kemény szív van, szeretném elmondani, hogy Jézus ma is bánkódik miatta. Bánkódik. Ő nem csupán ennek az embernek a kezét szeretné meggyógyítani, hanem a kemény szívet is szeretné meggyógyítani.
És tudjátok, könnyebb volt Jézusnak egy béna kezet meggyógyítani, mint elvenni ezt a kemény szívet, ezt meggyógyítani. De figyeljétek meg, testvérek, az Úr Jézus felszólítja ezt az embert, gyere, állj középre. Figyeljétek meg az ő készségét. Ha megkérdeztétek volna, te szegény ember, te szeretnél meggyógyulni, egészséges lenni? Azt mondta volna, hogy nem. Tudjátok, van egy ilyen apokrif irat, hogy héberek evangéliuma. Az így örökítette meg ezt a történetet, hogy ez az ember így szól Jézushoz. Jézus, én kőműves voltam, és azzal kerestem a kenyeremet a családomnak, de most már nem tudok dolgozni, mert béna, száraz lett a kezem, gyógyíts meg. Ebben az emberben ott volt az akarat, a szándék, a vágy, hogy meggyógyuljon. És tudjátok, testvérek, az a nagy baj, amikor valaki nem akar lelkileg gyógyulni. Említettem már többször, Békés Csabán foglalkoztunk a nehezebb fiúkkal is, akiket meghívtunk evangelizálásra, meg hajléktalanokat, meg olyanokat, akik intézetben nőtek fel. És feleségem azt mondta akkor, fiúk, ha valaki tanulni szeretne, kitanulni egy szakmát, mi biztosítjuk a feltételet, az anyagiakat neki. Egyetlen egy fiú volt az, aki azt mondta, igen, én szeretnék tanulni. Aztán kitanulta a pék szakmát. De a legtöbb nem is akart meggyógyulni. És a baj, hogy valaki nem akar meggyógyulni. Jól vagyok én így. Éli a maga életét. Nem te vagy esetleg az az ember, aki nem akarsz meggyógyulni, bűneitől szabadulni. Ez az ember, nézzétek, hittel cselekedett. Nem azt mondta, hogy mester, én nem érzem azt, hogy most én cselekedjek valamit is. Jézus azt mondta, nyújts ki a te kezedet. És ez az ember kinyújtja a kezét, és nem azt mondja, hogy Uram, hát nem látod, hogy béna a kezem? Nem vitatkozik Jézussal. Hát Uram, hát ha eddig ki tudtam volna nyújtani, akkor már megtettem volna. Az engedelmesség. És figyeljétek meg, hogy azt teszi, amit Jézus mondott neki. Sokszor az a baj, hogy az emberek nem azt teszik, amit Jézus parancsol. Jézus azt mondja az ige, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül. És képzeljük el, valaki elmegy az orvoshoz, a betegségével, és azt mondaná az orvos, hogy kérem, egy órát töltsön a gyógyvízbe. Egy hónap múlva ismét fölkeresi az orvost, és kérdezi, na, van javulás? Hát nincs semmi. Hát azt csináltam, amit mondtam? Nem. Úgy gondoltam, hogy ha reggelente iszok egy teját, az is elég. Hát mit mondan az orvos? Uram, hát ha nem tartja be a para, amit tanácsolok, akkor nem tudok segíteni. Jézus parancsolt, valamit mondott ennek az embernek, és ez az ember engedelmeskedett. Te szoktál engedelmeskedni Jézus Krisztus szavának? De mindenben, nem csak úgy félig meddig, hanem mindenben. (Kül)
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az ember meggyógyultan távozott el az Isten házából. Meggyógyultan. Ó, vaj, ha kivétel nélkül mindannyiunkról ezt lehetne elmondani, hogy másként megyek haza, mint jöttem. Levette bűneim terhét. Jöttem úgy, mint aki nincs megváltva, és megváltott emberként mehetek haza immár. Mert tudom, hogy az Úr levette bűneimnek terhét. Új életet adott. De még egy pillanatig időzzünk a farizeusoknál, akik előkelő emberek voltak, tiszteletnek örventek, de a szívük kemény volt. Lehetsz az emberek előtt bármilyen nagy hírű, lehetsz az emberek előtt kedves, de jaj, ha szíved kemény, az rettenetes dolog. Sokszor az ilyen emberek megérintett emberek, hogy volt az életükben olyan, amikor Isten kifejezetten hozzájuk szólt, de ezt az érzést lerázták magukról. Visszaemlékszem egyik, így mondom, barátunkra, mert hát végül is olyasféle volt. Volt, hogy könnyezve mondta, a legközelebbi alkalommal fehér ruhában én is ott bemerítkezek majd. Soha nem merítkezett be, úgy halt meg. Pedig Isten lelke nagyon komolyan megérintette, de ellenállt neki. Vigyázz, testvérem! Ha téged az Isten lelke megérint, szól hozzád, ha visszautasítod, a szíved fog keményedni, és egy idő után nem leszel ura a szívednek. Mit tehetsz, hogy ne keményedjen meg a szíved? Először is azt mondom, hogy óvatos légy a kritikákkal. Az egészséges, józan kritikának persze mindig helye van, de vannak emberek, akik mindig találnak valami kritizálni valót. Első szolgálati helyemen volt az, fiatal gyülekezet volt, és elmondják, hogy szomszéd faluba mentek át, éjszaka jöttek haza énekelve, tele örömmel, mert vették az evangélium örömüzenetét. De volt egy ember, aki mindig talált valami kivetnivalót. Hogy most a lelkész nem úgy beszélt, most amaz nem úgy viselkedett, nem úgy öltözködött, soha nem lett hívő. Ezeket az embereket elneveztem porszívó testvéreknek, mert mindig a szemetet szedik össze sajnos. Vigyázz, testvérem, nehogy a szemetet hord, szemetet szedjed csak össze. Esetleg azt se tudod már, miről szólott az Isten igéje, milyen üzenetet hagyott neked, csak esetleg ez belesült az énekbe, vagy a versmondásba, a lelkész itt tévedett, nem úgy beszélt. Vigyázz, testvérem, nehogy megkeményedjék a te szíved. Mindaz, ami Jézussal való kapcsolatodat gyengíti, attól lovakodjál. És tanuljunk meg az Isten fiainak szabadságában élni. Nem görcsösen, hanem felszabadultan, örömmel, mint akinek Jézus a szívébe írta az ő igéjét.
én kívánom, hogy ti mindannyian, akik ma az igét hallottátok, megmentettek legyetek, meggyógyultan menjetek a ti otthonotokba. Amen.